Nekem ez a csúszda, meg ez a felmászós, ami itt van itt bekerítve. Nekem a mászókötél. Éppen kedvenc játékait mutatja Botond és Benedek a Nyíregyházi Állatpark új Afrika játszóterén. Igazi dzsungel hangulatban kalandozhatnak itt a kicsik és akár a nagyobbak is. A tarzanösvény szomszédságában kialakított parkot az esőerdő környezetét idéző játékelemek teszik izgalmassá. Az volt a célja, hogy igazi kis majomként érezzék magukat a gyerkőcök, egy kis dzsungel hangulatot próbáltunk becsempészni így. Igazából amellett, hogy a 35 hektáron bejárják a földünk élő világát, a szülők itt le tudnak pihengetni, tudnak limonádézni, a gyerek pedig tud egy kicsit tombolni. A játszótér közvetlen szomszédságában babaszobával is bővült az állatpark családbarát szolgáltatásainak száma. A Nyíregyházi Állatpark hivatalosan is gyermek és családbarát intézmény, és mindig figyelünk arra, hogy tényleg 0-tól 99 éves korig mindenki komfortosan érezze magát nálunk. Ez idáig is volt például babahordozó bérlésére lehetőség, vagy húzható kiskocsira való bérlésre lehetőség. Babaszobánk is volt, ahol tudtak szoptatni a kismamák a Hotel Dzsungelben, de most már egy baba-mama kis házikót hoztunk létre, ahol teljes nyugalom el tudnak vonulni a kismamák, és meg tudják szoptatni a csemetéjéket. Az új babaszoba tágasabb. A pelenkázó és a kényelmes fotel mellett a babaételek melegítéséhez szükséges mikrohullámú sütőt is elhelyeztek benne.